Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és úgy szintén köszöntjük mai meghívottunkat, Páfi Gézát, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészetudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének a főmunkatársát. Megkérlek, hogy akkor tarts meg a bejelentését. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Először 1999-en tartottam itt előadást, nem tudom, hogy valaki hallotta annak idején. A Kultúrpalotában, abban a csodálatos épületben, és mindig jó ide visszatérni, már csak azért is, mert dédapám még itt a közelben született, az Aranyos megyei Várfalván, Torda mellett, aztán az első világháború elvitte Magyarországra. A kapcsolatok megszakadtak, de én néha-néha visszatérek. Most az előadásra is visszatértem, és könnyű is, meg nehéz is a helyzetem. Könnyű, mert úgy hallottam, hogy nagyon jó előadók voltak előttem, és jól előkészítették azt, amiről én ma fogok beszélni, a 16-17. Századi Magyar Királyságról, és úgymond bevezették az én előadásom témáját, tehát lehet, hogy néha lesz egy kis ismétlés, azért elnézést kérek, de megpróbálok egy-két újat mondani Önöknek a mai előadásban. Miről is lesz? Ezért ugye ezért könnyű az a helyzetem, mert előkészítették. Amiatt nehéz, mert én nem Erdélyről fogok beszélni, ami nyilván Önöket leginkább érdekli, hanem a másik hazáról, vagy az egyik másik hazáról, ugye arról a korszakról lesz ma szó, amikor a történeti magyar állam területe három részre szakadt, mint ma is több hazában élnek magyarok, vagy a magyaroknak több hazája van a Kárpát-medencében, több országban élnek, ez nem új szituáció, 16-17. Században is így volt. 1541 után három részre szakadt az ország. Én a fő hazáról beszélek, ha szabad ilyet mondani, ugye nem használom az anyaországot, mert ez egy modern kifejezés, hanem a történeti magyar állam megfogyatkozott maradékáról, ahogy én hívom itt az előadásomban, a megfogyatkozott magyar királyságról, erről fogok Önöknek beszélni. És azért is ugye nehéz erről beszélni, ezért nehéz a helyzetem, mert a két magyar hazának az érdekei, mint látni fogják, nem mindig egyeztek, sőt van, amikor ellenségek is voltak politikai, katonai szempontból, erről is lesz szó az előadásomban, de arról is, hogy mi köt össze bennünket, mi kötött akkor össze, és milyen tanulságokkal jár. Ha lesz olyan dolog, ami nagyon emlékezteti magukat a mindennapjainkra, az nem az én felelősségem, hanem az a történelemé, vagy a mindenkori politikai elité. Miről is lesz ma tehát szó? Először arról beszélnék, amikor még egy államban voltunk, erről is sok előadást hallhattak az elmúlt hónapokban, mint értesültem róla, amikor a Szent Istváni Birodalomban, a középkori magyar államban a magyarok még együtt éltek, és Erdély még a Magyar Királyság része volt. Aztán arról beszélek, azt szeretném bemutatni, hogy mi maradt meg a magyar államból a török hódítás következtében, és ez egyáltalán fontos volt a Habsburgok számára. Erdélyben nem mindenki szereti Habsburgokat, de Magyarországon sem. Ezt én egy kicsit szeretném árnyalni, hogy ez a kép nem olyan egyértelmű, mint gyakran látják. Váradon is azt mondtam, és a hallgatóimnak is ezt szoktam mondani, hogy a Habsburg-magyar együttélés az 400 évig tartott, azt egyetlen szóval nem lehet illetni, hogy csak negatív vagy csak pozitív. A házasságot, ha bemutatunk egy házasságot, akkor ne a válás alapján ítéljük meg a nászutat. És ha ezt így fogjuk fel, akkor egy csomó mindent jobban meg lehet érteni. Aztán azt szeretném Önöknek bemutatni, hogy milyen szerepet játszott Közép-Európa életében ez a megfogyatkozott állam, hogyan vált Közép-Európa védőbástyájává és jövedelemforrásává. Majd még két fontos funkciója került terítékre, az éléskamra és a hadipari piac, és utána fogok arról is röviden beszélni, amit maguk jól ismernek, hogy annak ellenére, hogy szétszakadtunk, voltak olyan dolgok, amik összetartottak minket, amiből talán még ma is lehetne tanulni, és hogy maradtunk meg az európai kultúrkörbe. Akkor vágjunk is bele, az első téma a középkori magyar állam, amely Magyarország meghatározó hatalma volt. Azért könnyű a feladatom, mert a Cétót, Norbert, Fodor, Pál és az elődeim erről kellett, hogy beszéljenek, ennek a meghatározó szerepéről. A Szent István alapította állam, amelyet Engel Pál, a híres magyar történész Szent István birodalmának nevez, teljes joggal, vagy a magyar korona és a hozzátartozó országoknak, amelyet a Szent Korona is jelképezhet. Itt éppen a Szent Korona egyik legkorábbi ábrázolását, hátulnézeti ábrázolását láthatják. Figyeljenek a diákra, mert olyan képeket, térképeket
táblázatokat is fogok önöknek mutatni, amelyeket valószínűleg sohasem láttak, tehát ezekkel is szeretném önöket megajándékozni. Ez a történeti magyar állam, ha jól megnézik, ugye nagyon meg van világítva, de azért talán látható, hogy a középkori magyar állam, ha így mutatom egy kis segítséggel, akkor a korabeli Európa térképére nézve ez egy nagyon jelentős államalakulat volt. Európa első 5 országában benne volt. Ha jól összehasonlítják csak a térkép alapján, akkor Franciaországgal, a francia területekkel, a spanyol királysággal, német-római birodalommal és a lengyel állammal volt összevethető, tehát Európa első 3-4-5 államában benn volt. Ráadásul a magyar uralkodók általában szövetségben álltak, vagyis más országok trónját is bírták, az Anzsuk a Lengyelországét, a luxemburgi Zsigmond ugye a német-római császárságot, a Jagellók ugye a cseh koronát és a magyar királyságot, Hunyadi Mátyás pedig pont arra törekedett, ugye a Kolozsvárot született Hunyadi Mátyás, hogy a magyar államból, amelynek Erdély is része volt, és amelynek volt egy hozzácsatlakozó szomszédje 1102-től, tehát Horvátország, azt minél nagyobb közép-európai hatalomra bővítse. Valójában függetlenül attól, hogy milyen dinasztia állt Magyarország trónját, a középkorban a magyar királyság vezető középhatalma volt a régiónak, bizonyos időszakokban pedig Európa egyik legfőbb nagyhatalmai közé is besoroltatott. Ha csak a magyar királyságot nézzük, illetve a magyar-horvát államot, akkor annak a területe 325 ezer négyzetkilométer volt. Mindig meg szoktam kérdezni itt, és megkérdezem, hogy melyik mai európai állam területéhez áll ez legközelebb. Tudja valaki? Így van, nagyon jó. Végre valaki tudja, mert alig szokták tudni. Ez alig kisebb, mint a mai Németország. És ugye ne feledjük, ma Európa vezető hatalmát ugye Németországnak hívják, legalábbis az egyiket, de talán nem túlzunk, ha a legfőbbet. Tehát a 360 ezer négyzetkilométernyi területű mai Németországnál alig kisebb a Magyar-Horvát Királyság, amely önmagában is jól mutatja a súlyát. És amire külön szeretném felhívni a figyelmet, tehát hogy jóval nagyobb az osztrák örökös tartományoknál, cseh korona országainál. A számokat azért is mutatom, sok szám fog szerepelni, mert a számok beszédesek, és néha a történészi hipotézisnél a számok igazabbaknak tűnnek. Tehát ez egy nagyon jelentős állam, nem csak a térképen, hanem területében, gazdaságában, potenciájában, és amit még ki kell emelni, és ez még visszatér a történetünkbe, ennek az államnak a központja Buda, független attól, hogy milyen dinasztia ül Magyarország trónján, a központ Buda. Tehát Budának olyan jelentős regionális központi szerepe van a régióban, mint Krakónak, Nürnbergnek, vagy Augsburgnak, esetleg Innsbrucknak, Bécs vagy Prága, csak bizonyos időszakokban, talán Prága hasonlítható hozzá, Bécs semmiképpen nem, ez is még szerepet kap a mi történetünkben. És ráadásul ezek a magyar királyok, mint már utaltam rá, nem csak Magyarország uralkodói, hanem más országoké is, akikkel szövetségben állnak, akikkel uniókban állnak, de ugye a magyar királyi címben stabilan ott van Horvátország 1102-től, Dalmácia ekkor már csak névleg ugye a késő középkorban, hiszen elveszik az Anzsuk időszaka után, és még vannak úgynevezett igénycímek is, tehát Bulgária, Bosznia, amelyet Rámának hívtak a folyójáról, Szerbia, Galícia, Lodoméria, és itt ez a Kumánia is. Ezeket a területeket a 13. században a magyar uralkodó ténylegesen birtokolta, és ezt nevezték Kumániának, és erre a területre, vagy magyarosabban Kunországnak, erre a területre később is igényt tartottak a magyar uralkodó. Tehát ezek olyan igénycímek, amelynek névleg uralkodója a magyar királyok ténylegesen nem. Olyan országok, amelyeket hűbéresként lehet alkalmazni, és olyan országok, amelyeket majd később a török ellen védelemben is használtak. Hogy egy példát mondjak, a legkedvesebb példám Bosznia. Ha Boszniában rendetlenség volt, mint a 15. század elején, akkor luxemburgi Zsigmond bevonult, kivégeztette a bosnyák elitet 1402-ben, vagy annak nagy részét, hogy biztosítsa az ütköző állam szerepét, vagy Hunyadi Mátyás ugye elfoglalja Jajcavárát, Bosznia egyik legnagyobb erősségét, azért,
hogy Boszniát a magyar király fennhatósága alatt tartsa, és Boszniát felhasználja ütközőzónának a török ellen. Tehát ezeket az államokat, amelyeket a 13. században részben vagy egészben birtokoltak, részben használják a késő középkorban a magyar uralkodók a török ellen. Ennek ellenére nem sikerül megakadályozni a török előrenyomulást, és Magyarország telete megfogyatkozik, új uralkodó dinasztia kerül a torra, a Habsburgok, de csak részben új, ne feledjük, 1437 és 39 között már volt egy Habsburg a magyar trónon, Habsburg Albert. A leglényegesebb különbség, mint látni fogják, az a két történetben, hogy míg 1437 és 39 között, tehát már Magyarország egy osztrák, német, cseh és magyar területekből összeállt monarchia, úgynevezett összetett állam, ezt ma már így nevezett történeti kutatás, composite state, vagy zusammengesetzte Staat németül, ennek a része. A legfontosabb különbség a későbbi időszakhoz képest, amire már utaltam, hogy a középkorban mindig Buda a központ. Ez a helyzet fog megváltozni, még láthatjuk, hogy hogyan. Mi ennek az oka? Elsősorban az, hogy Magyarország ugyan nagyon jelentős ország európai viszonylatban, de óriási pekkünk volt. És a magyar történelmnek van egy óriási tragédiája, hogy amikor a területe európai szempontból is jelentős, amikor a meghatározó politikai súlya van, ha ugyan visszaesés van a jagellók alatt mondjuk luxemburgi Zsigmondhoz vagy Habsburg Alberthez képest, ennek ellenére regionális középhatalom vagyunk, de a regionális középhatalomnak mellett fölnő egy világbirodalom. Egy olyan világbirodalom, amelyről itt már Fodor Pál önöknek mesélhetett, amely sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. Erre is nézzük a térképet, ugye az Oszmán Birodalom ebből a kis államból másfél évszázad alatt a teljes Balkánt és a görög területeket, a teljes mai Törökországot, a Közel-Keletet és Egyiptomot birtokló világbirodalom lesz. Tehát ha csak a térképre nézünk, és valaki összehasonlítja az erőviszonyokat csak a térkép alapján, akkor itt van egy európai szempontból jelentős állam, ugye nem hasonlítható mondjuk a kis Boszniával, vagy a kis Bulgáriával, vagy akár a román területekkel sem, mert egy nagyon jelentős államalakulat, és akkor még a csatolt uniós országokat nem is számoltam, de amely mellette fölnőtt, ugye Konstantinápoly elfoglalása 1453 után bőfél évszázad alatt, az sokkal nagyobb. Ha valaki nem hinne a térképnek, akkor ezt megnézzük számokban. A jelentős magyar-horvát királyság 325 ezer négyzetkilométerével szemben másfél millió áll, a lakosság száma is körülbelül négyszerese, ugye ekkor első Szulejmán szultán már birtokolja Egyiptomot, teljes Közel-Keletet, és az a célja, hogy megegye Magyarországot. Tehát nem az a célja, hogy csak itt hódítgasson tovább, hanem a nagy régi riválist, amely 1360-as évektől kezdve az oszmánok már konfliktusokba kerültek, azt bekapja. Úgy is mondhatnám, hogy az elefánt be akarta nyerni a magyar hollót, ha a Hunyadi Mátyás országára gondolok, de ha más nem, akkor a Szent Korona országát, Magyarországot szerette volna elfoglalni, és nem csak a terület, a lakosság kedvezett neki, hanem az éves jövedelme, a GDP, ahogy ma szokták mondani, ugye az is sokkal nagyobb volt, és a legmeghatározóbb ez, erre szeretném fölhívni a figyelmet. Míg a magyar királyság 30-40 ezer katonát tudott mozgósítani, vagy annyival rendelkezett az oszmánoknak 100-120 ezer állt rendelkezésre, tehát a 30-40 ezer is nagyon jelentős. Ugye Mohácsnál hányan harcolnak, tudja valaki? Tessék? 20 000. Hát 26 ezer a legújabb kutatások szerint, de körülbelül jól tippelte meg az úr. Ez európai szempontból is nagyon jelentős haderő. Korabeli Európában kevés ország tudott ekkora katonaságot kiállítani. De hát ami szembe jön, az ugyan nem 100-120 ezer van, de a 100-120-ból idehoznak 65-70-et. Tehát a Mohácsi csatamezőn mondjuk 70 ezer küzd 25 ezerrel. Az erőviszonyok, tehát nem az volt a kérdés, hogy kikapunk-e a Mohácsi csatában, hanem hogy mennyire kapunk ki, vagy ha nem a Mohácsi csatában kapunk ki, akkor mikor kapunk ki, mert ezeket az erőviszonyokat nem lehetett ellensúlyozni. Másrészt még van egy fontos dolog, amit ki kell emelni. Ezt a sereget ugye úgy kell összeszedni Magyarország különböző területeiről, akár Erdélyből, akár Horvátországból, akár Magyarországról, vagy
cseh és német segédcsapatokat. Ennek a 100-120 ezernek mondjuk a fele jól mozgósítható és gyakorlott haderő. Olyan haderő, amely az előző két-három évtizedben nagy ostromokban és csatákban, Közel-Keleten, Törökországban és a Balkánban, mai török területeken gyakorlott. Tehát és a világ első egyik korabeli állandó hadserege, olyan állandó haderő, amivel az európai államok csak a 17. században rendelkeztek. Magyarul, ha a mohácsi csatát nézem, ugye azt mi egy nagy vérveszteségnek és nagy tragédiának tartjuk, az is, de egyúttal Mohács óriási helytállás. Tehát olyan példás helytállás, amire kevés volt a magyar történelemben. A példás helytállásnak azonban az az áldozata, hogy a 26 ezerből körülbelül 13 ezeren maradtak a csatatéren, abból 7 főpap és több tucatnyi országvezető nagyúr, tehát a magyar politikai óriási vérveszteséget szenvedett, de ők hűsi halottak, akiket ritkán ünneplünk, inkább tragédiáról beszélünk. Szapolyi János tudják, hogy elkésett, hát nem érhetett oda, ezt már tudjuk a kutatásokból, nem a királyságra vágyva késett el direkt a mohácsi csatából, mint sokan mondták korábban, vagy a magyarok bűnbakot kerestek, az a szerencse, hogy elkésett. Ha nem késik el, akkor 3000-rel több halott van a mohácsi csatatéren. Tehát Szapolyi János, hogy elkésik, az neki az ő szerencséje is, de részben a magyarságnak is, mert akkor lehet, hogy Erdély története is egyébként teljességgel másként alakul. Tehát az volt a kérdés, hogy mennyi marad meg Magyarországból. Én a megmaradó magyar királyságról fogok tehát a következőkben beszélni, mert hogy a török nem állt meg Mohácsnál, hanem az elkövetkező 4 évtizedben, 1566-ig Szulajmán szultán még 6 hadjáratot vezetett, ebben megette Magyarország felét. Rögtön megpróbálkozott egyébként a nagy cél elfoglalásával Béccsel is, hiszen 1526-ban már Budára is betette lábát, és az oszmán szokások szerint, ahova a szultán a lábát betette, és imád mondatott, az az övé. Tehát valójában 1526-ban is már az övének tekintette, és 1529-ben Szapolyi Jánosnak már csak ajándékba adja vissza, sőt nem hiszem, hogy tudják, de az 1530-as évektől már vannak Budán török segédcsapatok, tehát könnyű volt 1541-ben megszerezni, vagy olyan csellel elfoglalni, ahogy Gárdonyi is megírja. Az volt a magyarság szerencséje, hogy a Bécs ostroma 1529-ben nem sikerül. Hát ha sikerül, akkor lehet, hogy szerbül tartok előadásokat, és majd más történelmünk van, mert akkor lehet, hogy a magyarság története hasonlóan alakul, mint a bulgároké, szerbeké vagy más országoké. Nagyon fontos kiemelni, tehát, hogy mind 1529-ben, mind 1532-ben nem sikerül a nagy cél Bécs elfoglalása. Ha sikerül, akkor lehet, hogy Magyarországot is benyelte volna ez a hatalmas birodalom. A szultán ezután változtatott a stratégiáján, de kényszerült is változtatásra, hiszen a földközi tengeren 5. Károly császár, az új magyar uralkodó első Ferdinánd testvére új frontot nyitott, és ezért a fokozatos előrenyomulásra rendezkedett be Szulajmán, 1541 a kulcsdátum, amikor Budát elfoglalta, és még egyet szeretnék kiemelni, 1543-ban Esztergomot, Székesfehérvárt és Pécset, ezzel valójában Közép-Európa szívéhez került közel. Tehát közelebb került az oszmán haderő Bécshez, mint Várad fekszik Marosvásárhelytől. Magyarul a veszély égető volt 1543-tól, pláne, hogy utána a szultán még 1566-ban nagy hadjáratában elfoglalta Szigetvár és Gyulán, ugye ami Erdély történetét még befolyásolta 1552-ben a teljes Temesközt, ezzel valójában a fejedelmség története, vagy a későbbi fejedelmség története eldőlt, hiszen aki bírja a Temesközt, mármint katonai szempontból, az ellenőrizheti Erdélyt. Ezt azért ki kell mondani, és valójában a szultáni csapatok, vagy ugye 1551-52-ben nem maga a szultán van itt, de Temesvár elfoglalásával Erdély egy harapófogóba került, ugye Módva és Havasalföld török ellenőrzés alatt van, temesvári vilájetet létrehozzák. Szerencsére Eger elfoglalása nem sikerül, de innen már félig nagyjából ellenőrizhető volt a kialakulóban lévő új, akkor még keleti magyar királyság, vagy születőben lévő erdélyi fejedelemség. Tehát visszatérve 1566-ra, Magyarország 40%-a török fennhatóság alá kerül, 120 ezer négyzetkilométer, kialakul majd az erdélyi fejedelemség, 80 ezer négyzetkilométer, és ami megmarad,
az szintén körülbelül 120 ezer négyzetkilométer, ugye azért körülbelül, mert nincsen állandó határ, attól függően, hogy a török még mely várakat foglal el, vagy nekünk mit sikerül visszafoglalni, a határ azért képlékeny. Ha ezt a változást megnézzük, akkor a Magyar Királyság területe 325 ezer négyzetkilométerből lecsökkent 120 ezerre. Én a diákémnak azt szoktam mondani, vagy ilyen előadásokban, hogy ugyan Magyarország történetében csak egy Trianonról beszélünk, de volt egy már korábbi Trianon, csak ezt már elfeledtük, mert Trianon idézőjelben természetesen, tehát egy hasonló változás, az a változás, amelynek köszönhetően 325 ezerből 120 ezer maradt. Ugye azért kedvezőbb a helyzet, mint Trianon esetében, mármint a 20. századi Trianon esetében, mert a maradék egy része, ugye az erdélyi fejedelmek irányítása alatt többségében magyar vezetésű, bár oszmán ellenőrzésű állammá alakul az erdélyi fejedelemség alatt, de a területvesztés az óriási. És hát a lakosságban is. És a jövedelmeket nézzék meg, erről majd még külön fogok beszélni, hogy a nagy területvesztés ellenére viszonylag jelentős jövedelmek maradnak, erről még külön beszélünk. Ami tehát azt jelenti, hogy a magyar történelemben itt van egy a 20. századi Trianonhoz hasonló változás, és annyiból egyébként kedvezőbb a helyzet, hogy Erdély külön útra lép, és ott egy magyar vezetésű fejedelemség létrejön, de bizonyos tekintetben rosszabb a helyzet, mint a 20. századi Trianonnál, hiszen elveszik a főváros, ugye amit kiemeltem önöknek, Buda, és Buda elvesztével minden veszik. Tehát az önálló magyar királyudvar átalakul, és Buda helyére, talán erről érdemes itt néhány szót mondani, a középkori Buda helyére, amelyet önöknek kiemeltem, hogy közép-európai szempontból meghatározó város, Budának ezt a fővárosi és regionális szerepét 4-5 város veszi át. Pozsony lesz a Magyar Királyságnak, a megmaradó Magyar Királyságnak, amelyről én beszélek, az egyik fővárosa. Nem egyedüli főváros, hanem az egyik, mert ugye Pozsony viszi tovább a belpolitikai főváros szerepét. Itt van az országgyűlés, itt lesznek a koronázások, itt székel a Magyar Kamara 1531-től, akinek egyébként az első elnökét hogy hívják? Gerendi Miklós. Az a Gerendi Miklós, aki az Aranyos Gerendi, eljöttem Aranyos Gerend mellett, és láttam, hogy milyen romokban áll a kastély. Hát fájt a szívem, mert Gerendi Miklós sírna kétségbeesésében az erdélyi püspök, aki a Magyar Kamara első egyik vezetője, hogy néz ki az egykori családi birtok. Tehát Pozsony lesz a Magyar Királyság egyik fővárosa, a másik főváros természetesen Bécs, nagyon jó, a császárváros 1556-tól, mert itt székel a magyar uralkodó, itt vannak a létrehozott új központi kormányszervek, tehát a minisztérium, a kamara, a kincstár, az udvari aditanács, innen irányítják a külpolitikát. Tehát a megmaradó magyar állam életében a korábbi egyedüli fővárost két főváros veszi át. Ez a legtragikusabb a magyar történelemben, vagy a magyar állam történetében, mert nem lesz egy Buda szerepét, csak a megfogyatkozó Magyar Királyság életében két főváros veszi át. És csak akkor áll vissza az egy magyar főváros szerep, amikor már a második Trianon létrejön, 1918-20 után. Tehát amiről én beszélek, ugye azt hinnék, hogy tart itt valaki a 16. századról egy előadást, és annak semmi köze a mai világunkhoz, dehogy nincs. Olyan alapvető dolgok dőltek el itt a 16. században, amelyek a maguk életét, vagy az én életemet is meghatározzák, mert hosszú távra kiható folyamatokkal jártak, hiszen a két fővárosból irányított Magyarország 1848-ig ugye Buda helyett Bécs és Pozsony, majd pedig Bécs és Buda, illetve 1873-tól már Budapest, ez egészen a monarchia bukásáig így van. Tehát ami itt eldőlt, ennél a területveszteségnél és főváros elvesztésnél, az a 20. századig így van. És ha Erdélyt nézem, Erdélyben Buda szerepét ugye Gyulafehérvár veszi át, ha a török hódoltságban nézem, akkor Buda szerepét részben Belgrád, illetve részben Isztambul, és hát el kell mondanom önöknek, hogy a horvát területeken Buda szerepét részben Zágráb kezdi átvenni, ami azt jelenti, hogy a középkori magyar főváros szerepét 4-5-6 város veszi át. És ez hosszú távon meghatározza Közép-Európa szerepét.
A helyzet azonban mégsem olyan, sok szempontból mégsem tragikus, egyrészt mert az erdélyi magyarság, erdélyi önálló életre kelt, másrészt maradt azért 120 ezer. És ugye Trianonnál csak 93 ezer maradt, tehát és a 120 ezer nem olyan kevés. Pláne akkor nem olyan kevés, ha összehasonlítjuk, hogy mennyi az osztrák és a cseh területek. Tehát nagy a veszteség, de ami marad, az is jelentős. Látják, hogy a megmaradó, a megfogyatkozó magyar állam is akkora, nagyobb, mint az osztrák tartományok, és körülbelül akkora, mint a cseh korona országai. Na most ez azt jelenti, hogy akinek az a véleménye, hogy a Habsburgoknak nem volt fontos ez a terület, az önmagában téved, hiszen hát akkor azt jelenti, hogy nem fontos nekik egy ugyanakkor a terület, mint az osztrák tartományok vagy a cseh korona országai, ez önmagában is lehetetlen, és látni fogjuk, mert utaltam már rá, 1543-ban közelebb vannak az oszmánok Bécshez, mint ugye Várad Marosvásárhelyhez. Tehát a Habsburgok számára fontos lesz ez a megmaradó magyar királyság. Most nézzük meg a térképen is, ugye ez volt a középkorban, sajnos a kontraszt a megvilágítás miatt nem olyan szép, és ebből ez marad, majd akkor inkább mutatom, ugye ez a kifli alakú sáv, látják azért. Tehát a terület veszteség igen jelentős, ha a térképre vetítjük. Hogy fontos ez a Habsburgok számára, és Magyarország milyen középkori súlya rendelkezett, azt még egy dolog nagyon jól bizonyítja. A Magyar Királyságnak a címe bekerül az új Habsburg uralkodók titulatúrájába, és ott azonnal a második helyet foglalja el, megelőzi a cseh korona országait, tehát az újonnan létrejövő Közép-Európában megszülető Habsburg államban a magyar korona országai, mert ugye erről van szó, hiszen visszük az összes többit, mind a ténylegesen együtt élő Horvátországot, mind az összes igényországot is, a Habsburgok is folyamatosan viszik tovább, és 1918-ig viselik ezen országok címeit, és ugye ezzel magyarázható, hogy ezt a hagyományt a későbbi magyar politikai elit is ápolja, és ha megállnak a parlament főlépcsője előtt, akkor ezért látják részben ezen országok címereit ott. Sőt, még Erdélyt is, mert ugye 1867-ben Erdély is visszacsatlakozik majd a magyar koronához. Tehát ami itt megtörténik, és amit a magyar politikai elit ápolni kezd, hogy elbukik az ország 60%-a, ugye 40%-a a török fennhatóság, 20% Erdély, de fenntartják az igényt, hogy egyszer majd helyreáll, és a 18. században valóban helyre is áll, és a Habsburgok is arra törekednek, hogy ezeket a címeket őrizzék, és a Magyar Királyságnak olyan az 1000-ben alapított Magyar Királyságnak olyan jelentős volt a súlya, hogy másodikként kerül be ebbe a birodalomba. Ez egyébként megmutatkozik a korabeli ceremóniákban is, ezt egy példával szeretem bemutatni. Az uralkodók temetésén, amikor egy dinasztia egyik uralkodója meghal, nem magyar, nem Habsburg jelenség, ugyanígy van Bátor Istvánnál egyébként, aki lengyel király, és aki szintén visel egy csomó igénycímet ugye a lengyel-litván területeken, vagy akár orosz területen, vagy az angol királyné mind a mai napig, vagy a francia uralkodó, nem is beszélve az oszmán szultáról, amikor meghal valaki Európában, egy dinasztia vezetője, így volt Hunyadi Mátyásnál is, de Habsburgoknál is, felvonultatják az általa birtokolt országok, általa birtokolt és igényelt országok zászlait, vagy címereit, vagy címere zászlait, és 1565-ben Bécsben első Ferdinánd temetési szertartásán jól láthatják, hogy Magyarország pozíciója igen, csak előkelő a királyi titulatúrának megfelelő második helyen, és visszük az összes igényelt, a ténylegesen megmaradó Horvátországot, de az igényországok egy részét is. Ráadásul ennek képi ábrázolása is van. Ezt a zászlót így vitték az összes ország zászlaját. Ez a Georgius Comes a Zrínyió, ez nem más, mint Zrínyi György, a szigetvári hős fia. Tehát az első Ferdinándnak a bécsi temetési szertartásán, akit utána Prágában temetnek el, és a Szent Vitus templomban ma is láthatják gyönyörű síremlékét, a magyar zászló is fölvonul, egyébként majdnem ugyanazzal a címerrel, ami ma az én személyi igazolványomon, vagy a kettős állampolgárok igazolványaim van. Ugye azért nincs rajta korona, mert a temetéseken nem visznek soha a koronás címereket,
Tehát az a címer valójában, amelyet ma használunk, az a 16. századtól nagyjából már majdnem hasonló formában él, és ezt egy horvát-magyar főúr viszi Bécsben és Prágában a Habsburg uralkodó temetésén, ami önmagában jelzi, hogy a magyar történelem sokkal bonyolultabb, mint azt általában értékelik. Tehát egy Habsburgnak a prágai temetésén egy horvát főúr viszi Magyarország zászlaját. De nem csak a zászlókkal lehet bemutatni, hogy Magyarország a második helyen áll, hanem a ravatalom felvonultatott felségjelvényekkel. Középre a legelőkelőbbek a német-római császári felségjelvények kerültek, második helyre a magyar, és harmadik helyre a cseh. Ez is jól mutatja, hogy a német-osztrák, magyar-horvát, cseh-morva tartományok közül a magyar állt a második helyen első Ferdinánd szertartásán, és egyébként ezeket a másolatban vitt felségjelvényeket magyar nagyurak vitték. Itt nem más láthatnak a Szent Korona korabeli másolatával, mint Zrínyi Miklóst, a szigetvári őst. A halála előtt, nem egészen, vagy majdnem egy évvel halála előtt ő vitte a Szent Korona másolatát, aki utána hősi halált halt Magyarország védelmében. Ezt a fejezetet talán le is zárhatjuk, de mondhatják azt, hogy a diplomácia és a protokoll az csak egy játék. Lehet kimutatni azt, hogy valami fontos nekem, de a valóságban nem fontos, de úgy játszok a diplomáciában. Nézzük meg akkor, hogy valóban így van-e, és van-e olyan funkciója a megmaradó magyar államnak, ami mutatja, hogy igenis fontos volt a Habsburg monarchia számára. Én úgy gondolom, ez könnyű bizonyítani, hiszen a 16. század második felére Magyarországon kiépül egy új határvédelmi zóna, ez szerencsére itt jobban láthatók a kontrasztok. Ugye az már sokat emlegetett Esztergom és Bécs közötti közelség önmagában azt is igazolja, hogy itt nem volt késlekedési lehetőség 1541-43 után. Az volt a kérdés, hogy még mi veszik el, mi marad meg az országból, ugye? Szigetvár elfoglalás után teljes Balatontól délre levő terület elesett, tehát ezen a megmaradó területen kellett kiépíteni egy teljesen új határvédelmi zónát. Ez körülbelül 3 évtized alatt Közép-Európa jelentős anyagi, katonai, politikai összefogásával alakul ki. A magyarok, osztrákok, csehek, németek óriási összefogásának köszönhetően egy 100-120 végvárból álló rendszer alakul ki az Adria-tengertől, Kanizsán, Győrön át, egészen az erdélyi határig, ugye az erdélyi fejedelemség határáig, a legutolsó bástyait Szatmár vára, amely egyúttal egyébként az erdélyi fejedelemséggel szemben is egyfajta bástyája, egy külön kis főkapitányi körzet élén a magyar királyság területén. Tehát nem az volt a kérdés, hogy most itt halogatni lehet, hanem az volt a feladat, hogy ki kell építeni az új védelmi zónát, és az 1540-es évekig még lehetett kényszerintézkedés, mert amíg Buda nem esett el, addig látszólag messze volt a török, ugye a Belgrádot birtokló, vagy a Szerémséget birtokló török, de amint 1541-43-ban ez a terület elesett, már Közép-Európa szíve volt veszélyben. Tehát a Habsburgok számára létkérdés volt Magyarországon az új határvédelmi rendszer kiépítése, hiszen közvetlenül Bécs is fenyegetettségbe került, és erre az időre pedig már eldőlt, hogy Bécs lesz az új főváros. Ez egy kulcsfontosságú kérdés. A saját fővárosomat pedig védem, és ugye az az érdekem, hogy ne a saját fővárosomat ostromolják az oszmánok, hanem megpróbáljuk Magyarországon megállítani. A magyaroknak pedig az az érdeke, hogy minél több segítséget szerezzenek Európából, mert önmagában nem megy ennek a kiépítése, tehát a Duna vonalát jelentős erődökkel erődítsék meg, ugye ez lesz elsősorban Komárom és Győr, és majd később Érsekújvár. Miért? Mert a magyarországi jövedelmek, és ezt láthatják a következő táblázatban, nem voltak elégségesek a saját magunk megvédésére. Ezt szeretném röviden bemutatni. Tehát aki kételkedik abban, hogy nem szorultunk rá közép-európai segítségére, annak ezt a táblázatot szeretném bemutatni. A korabeli Magyarország jövedelmei, mint már láthatták abban a táblázatban, amit mutattam, körülbelül 800 ezer rajnai forint volt, ami jelentős, még visszatérünk rá, de a kialakuló az 1550-es évektől, amikor már nem lehetett késlekedni és létre kellett hozni a végvárzónát,
ahol ugye Balassi Bálint és mintegy 20-22 ezer katonatársas szolgált, a végvári katonaság éves szükséges zsoldja, láthatják, teljesen mindegy, hogy most melyik adatot veszem ki, legyen mondjuk körülbelül 1,5 millió rajnai forint. Van 800 ezer a kincstárban, idézőjelben van, mert sosincs benn, ugye, mint ma sincs benne a kincstárban, és kellene 1,5 millió. És ugye ez azt jelenteni, hogy az összes pénzét a magyar GDP-nek csak a végvári katonaság fizetésére költeném. Nem költök semmi másra, nem élelmeztem még a katonát, egy fegyvert sem vettem. Tehát ha Magyarország teljes jövedelmét a végvári katonaság zsoldjára fordítottam volna, akkor sem lett volna a felére sem elé. És hát, mint láthatják, úgy becsül, a kutatás úgy becsli, hogy körülbelül felét költötték hadikiadásra. Tehát a 3/4 vagy 70% hiányzott. A 70%-ot külföldről kell hozni. A 70% nagy részét külföldről hozzák. Az 1540-es évektől ugyanis ahhoz, hogy ez a törököt meg lehessen állítani az osztrák tartományok és a cseh tartományok előtt, az osztrák és cseh területekről és a német-római császárságból Magyarország jelentős segélyt kap. Ez olyan jelentős, mint a II. Világháború után a Marshall segély, amit sokan nyilván ismernek és hallottak róla, de ezt mi 1,5 évszázadig kapjuk. Tehát az én szülővárosom Veszprém végvári katonái azért tudtak zsoldot kapni, mert annak a felét Alsó-Ausztria fizette. Tehát az alsó-ausztriai rendek évente 1546-tól rendszeres segélyeket fizettek azért, hogy az ő területek előtt megállítsák a török hódítást. Miről van tehát szó? Kölcsönös egymásra utaltság van. A magyarok rászorulnak az idegen segítségre, egyértelműen. Az osztrák területek pedig rászorulnak Magyarországra. Tehát nem arról van szó, hogy csak egyik szorul a másikra. Mindegyik a másikra rá van szorulva. Kölcsönös egymásra utaltság van. Nekünk anyagi segítség kell és fegyverek kellene, nekik pedig ugye az a fontos, hogy Magyarország területén megállítsák a török hódítást. Akkor most Magyarország védőbástya vagy ütköző zóna? Ezt ugye azért teszem fel a kérdést, mert bár nagyra becsülöm Nemes Kürti István, de ő nagyon gyakran az írásában ütköző államnak tartja Habsburgok elhanyagolt gyepűjének és ütköző államnak Magyarországot. Én ezt a véleményt az új kutatások alapján egyáltalán nem osztom. Ütköző állam az az volt, ami volt Hunyadi Mátyásnak vagy Luxemburgi Zsigmondnak Bosznia. Ha kellett, oda bevonultam, nem az enyém, vagy akkor az enyém, ha elfoglalok belőle, de nem vagyok legitim uralkodója. A Habsburgok legitim uralkodók 1527-től, tehát mind Szapolyai János, mind Habsburg Ferdinánd, és összes utódja legitim uralkodó. A legitim uralkodó saját területet védi, a saját terület nem lehet ütköző zóna, az pláne nem, ha ekkora finanszírozást hozok ide, és próbálom segíteni itt a határvédelmi zónát. Magyarul Magyarország Közép-Európa védőbástyájává vált. Egyébként ezt a korabeliek is így emlegették, propugnaculum christianitatis, vagy formauer mitteleuropas, tehát ilyen kifejezésekkel illették, és soha nem az ütköző zóna vagy a gyepük kifejezés a későbbi fusztráltságunkból alakult ki, amikor a magyar történetírás mindig bűnbakokat keresett, hogy éppen Szapolyai felelős a török sikereiért, vagy a Habsburgok, vagy a magyar, széthúzó magyar politikai. Valójában itt egy jelentős összefogás van. Persze akkor mondhatják önök, hogy miért nem tudták finanszírozni rendesen, miért nem hoztak ide még több jövedelmet a Habsburgok. Nagyon egyszerű a válasz, 1,5 millió volt csak a zsold, és akkor még nem adtam katonának egy falatot sem. Nem építettem Szatmáron várat, bástyát, nem hoztam ide fegyvert. Tehát ez a tényleges költségek, ha mindent beleszámolunk, az körülbelül 2 millió forintba került volna. A teljes Habsburg monarchia 16. század második felében a GDP-je, tehát az összjövedelmei 2,5 millió rajnai forint. 2-2,5 millió. Magyarul, ha a monarchia összes pénzét idehozták volna, az csak arra lett volna elégséges, hogy a magyarországi határvédelmet biztosítsák. Ugye ez elképzelhetetlen, hiszen az osztrák cseh területeken is működtetni kellett államigazgatást, fizetni az udvartartást és az állam többi feladatait. Magyarul a se pénz, se posztó, hogy a katona nem kapta a zsoldját, az azért alakul ki, mert ennyi pénzt nem lehetett sohasem előkeríteni. A magyar azonban leleményes volt, amikor nem kapta a zsoldját, a 17. századra már kialakultak a kérelem olyan formulák is, hogy hogyan kell sírni az meg nem kapott zsoldért, tehát hogyan kell megfogalmaznom nekem egy kérelmet,
hogy nagyobb zsoldot kapjak, a korabeli formulás könyvekben erre már, mintha egy közjegyző ma formulát készíten arról, hogy hogyan kell az önkormányzattól segélyért folyamodni. Ezek már megvannak a 17. században, mert a magyar végvári katona ilyen leleményes volt, és ennek a formuláját már kidolgozta. Tehát kölcsönös egymásra utaltság van. Ezt a kölcsönös egymásra utaltságot több dolog is bizonyítja még. Egyrészt ilyen szép kéziratos haditérképek készülnek Magyarországról, ez például Dresdában maradt fenn, méghozzá ugye itt az Adria-tengertől egészen az erdélyi határig mutatja be Magyarországot, de mutatok még egy érdekesebb térképet. Mi ezen a különleges? Egyáltalán mi ez a tó rajta? Hát ez a Balaton. Mi a furcsa ebben a térképben? Miben tér el a mai? Hogy nem északra van tájolva, hanem keletre. Hogy van tájolva? Úgy, ahogy Magyarország védelmezte Közép-Európát. Tehát én itt ülök, vagy maguk ott ülnek Bécsben, a bécsi udvari haditanácsban, a hadvezetésben, és így látják Közép-Európát. Mintha a NATO főtitkár Bécsben tárgyalna és nézné Magyarországra, a bécsi udvari haditanács elnöke így szemléli Magyarországot. Itt van Komárom, itt van Győr, itt van a Balaton, itt van a Kanizsa mocsara, itt van a Kis-Balaton mocsara, itt van Tihanymár félszigetként, amit a korabeli térképek nem így jelölnek, és a másik oldal jelölnek. Itt van Fonyód, aki ismeri, és jól mutatja a térkép, hogy akkor még sziget volt. Tehát ilyen haditérképek, titkos haditérképek készülnek itáliai építészek segítségével, ugyanolyanokkal, akik Váradot is építették, hogy hogyan kell, hogyan szemlélik az Európát, Közép-Európát védelmező határvonalat, és ezen olyan kis várak is rajt vannak mondjuk itt a Zalai vidéken, amely semmi korabeli térképen nincs. Mert ugye egy mai európai parlamenti képviselő nem sok ismerettel rendelkezik Magyarországról, nehogy azt higgyék, hogy a bécsi hadvezetés könnyebb helyzetben volt, hiszen a megmaradó 120 ezer négyzetkilométer egy nagy terület, amely ráadásul veszélyes terület, amelynek nem beszélték a nyelvét, nem ismerték a geográfiai viszonyait. Tehát ahhoz, hogy meg tudjak hozni egy döntést, hogy hol kell egy új várat építeni, vagy mondjuk miért éppen Kanizsát kell megerődíteni, vagy hova kell egy kisebb-nagyobb várat felépíteni, ahhoz ilyen pontos ismeretekre volt szükség. És a 16. században az Adria-tengertől Erdélyig felmérték teljes Magyarországot, és ilyen haditérképek készültek, ez a példány például Kárszújéban maradt fenn. Olyan kis várak és erődítmények is rajta vannak, ráadásul ugye alaprajzaikkal, ha látják, itt mondjuk Kanizsát, vagy itt a Komáromi erődöt, amely tájékoztatta a hadvezetést, ez az 1570-es években készült, a mindenkori szituációról, és itt a török hódításnak a vonala is, és a természetföldrajzi viszonyokról, vagy bemutathatnám, itt még jobban látszik a török hódítás határa a Felső Magyarországot, ugye itt a Tisza vonala, itt van Várad, itt a Szatmári határvidék, itt Egert láthatják, itt már Eger közelében a törökök, tehát a török hódítást is bejelölték rajta, vagy akár ezt a térképet is már egy nyomtatott változatát bemutathatom a Szatmár környéki régióról, és ennek kéziratos térkép változata is megvan, ugye, amikor Szatmár várát 1565-ben éppen János Zsigmonttól elfoglalják a királyi csapatok. Ennyit talán elég arról, hogy Magyarország a védőbástyája volt Közép-Európának, ez ma már szerintem nehezen kérdőjelezhető meg, tehát Magyarország másfél évszázadon keresztül Közép-Európa védőbástyája szerepét töltötte be, méghozzá úgy, hogy a magyaroknak kellett a legnagyobb áldozatot hozni, hiszen mi voltunk a védőbástyának a mindennapi kárszenvedői, akár a török portyák, akár az itt kiépülő, hogy mondjuk Szatmáron a környék lakossága építette a bástyákat. Gondoljanak bele, hogyha nem bástyákat kell építeni másfél évszázadon keresztül, hanem mondjuk iskolákat, vagy másra lehet fordítani azt az energiát, pénzt, anyagi befektetést, akkor mit építhettünk volna, ha nincs a török hódítás? A második a jövedelemforrás. Hogy fontos-e jövedelmi szempontból Magyarország? Erről nem beszélek sokat, mert a számok önmagukért beszélnek. A 16. század második felében a megfogyatkozó területű háborúk dúlt a Magyarország jövedelmei körülbelül ugyanannyi, mint a cseh és az osztrák örökös tartományok jövedelmei. Ez önmagáért beszél. Tehát Magyarország nem csak katonai szempontból, stratégiai szempontból, hanem pénzügyi szempontból is fontos.
De ezt meg kell tudnunk magyarázni, hogy hogy lehet, hogy egy háborúk dúlta ország ilyen jelentős jövedelemforrás. Egyébként örülne akár egy magyar, akár egy román miniszter, ha Magyarországnak ilyen fontos katonai vagy pénzügyi, és mint látni fogják, gazdasági szerepe volt. Mert az mivel magyarázható, hogy ekkorák a jövedelmek? Elsősorban azzal, hogy Magyarországnak van még két jelentős funkciója. Egyrészt nem csak védőbástya vagyunk, fontos jövedelemforrás, hanem éléskamra is. És éléskamra úgy vagyunk, hogy Közép-Európát Magyarország fogja ellátni élelemmel. Mivel magyarázható ez? És miben mutatkozik meg? Az a 800 ezer forint, amiről az előbb önöknek beszéltem, az éves jövedelem, ennek körülbelül 36%-a a vámjövedelmekből származik. Ugye ez azt jelenti, hogy ha nagyon jelentős a vámjövedelem, akkor nagyon intenzív kereskedelem kell. És ami még fontos, ha nagyon jelentős a bányászat jövedelme, a részkereskedelmi és a pénzverésé, akkor ez azt mutatja, hogy a bányászatunk is jelentős, tehát nem hanyatlik úgy, mint korábban a szakirodalom feltételezte. Magyarul a 16. században, ugye ezek 1570-es évek közepéről származó adatok, ekkor rendelkezünk pontosabb adatokkal, ezek a számok azt mutatják, hogy a magyarországi GDP-nek bő 35%-át adja a vámjövedelem, tehát a nyugati külkereskedelem, a külkereskedelem, és a bányászat, pénzverés, részkereskedelem a negyedét, de még ez a két összeg egyébként a Habsburg monarchia teljes jövedelme szempontjából is jelentős, hiszen említettem, annak az 2-2,5 millió, de hát bő 10-10%-át ez a két magyarországi jövedelem adja. Miért ekkora a vámjövedelem? Pont azért, mert Magyarország éléskamra szerepet tölt be. Miben mutatkozik meg ez? Én erre Oláh Miklós szoktam idézni, hogy ezt, mert ő nálam sokkal jobban megfogalmazta már 1530-as években, már megkezdődik a folyamat a 15. század végén, 1536-ban azonban már ő úgy rögzíti híres Hungária című művében, a későbbi esztergomi érsek, hogy Magyarországon nagyon sok ugye a marha, kecske és júnyáj, nagy bőség van vadban, és itt jön az aláhúzott rész a legérdekesebb. A marhák egyrészt Itáliának Velence környékére eső teljes területét, azaz Észak-Itáliát, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a Schwab hercegséget és Németország népeit egész széltében a Rajnáig ellátják élelemmel. Kiváló. Ennél jobban nem is lehet megfogalmazni. A szürke marha, amit ma újra tenyésztenek, a szürke marhával látjuk el Közép-Európát. Miért adható el jól a szürke marha? Ugye, és ezt is meg kell magyarázni, tessék. Így van, nagyon jó, lábon szállítható, tessék, igénytelen, de ugye miért kell sok szürke marha nyugaton? Mert a 16. században van egy demográfiai robbanás, nyugaton 25-30%-kal, de Közép-Európában is, még Magyarországon is 20-25%-kal nő a lakosság létszám. Ez azért nem látszik nálunk, mert a háborúk lecsapolják a népesség fölösleget. Ha több a népesség, többet eszik. Több húsra van szüksége, és ugye 20-25% az már jelentős. A több húsra van szüksége, nagyon jobban megéri a jól hajtható, igénytelen szürke marhát kihajtani a Magyarország alföldi részeiről, egészen Észak-Itáliába és a német területekig. Magyarországról a kutatók becslése szerint 100-150 ezer szürke marhát hajtanak ki évente, több tízezer juhot, jelentős a lókereskedelmünk is, kifejezetten meghatározó a bőrkereskedelm, tehát a korabeli Európa egyik legnagyobb élőállat exportőre Magyarország. Ha nincs marha kereskedelem, mondjuk nagy háborúk alatt, akkor éhezik a császárváros. Tehát ilyen jelentős szerepet tölt be. Ez az éléskamra szerepe a 15. század végétől valójában a 17. század közepéig, amíg nincs ugye a 30 éves háborúban egy jelentős visszaesés és lakosságpusztulás, és a kereskedelem is bizonyos mértékben hanyatlik, addig ezt az éléskamra szerepet Magyarország betölti. Szerintem azóta sem volt ilyen fontos szerepe Magyarországnak. A kiegyezés korában talán hasonló a gabonaszállítás, amelynek szintén megvannak a kezdetei már itt a török korban, tehát a csallókőz, amit láthattak az előbbi térképen, Bécs ellátása szempontjából meghatározó szerepet tölt be. És a másik fontos, a kereskedelmi cikkünk a bor, erről nem kell sokat mondanom, ezt is rögzítette Oláh Miklós, hogy milyen gazdag Magyarország borban, ráadásul mindenfélében,
és olyan kedvező az időjárás és a jó évszak akkora mennyiségű bort ad, hogy alig lehet a bortároláshoz szükséges hordókat találni. A szerémség ugye török fennhatóság alá kerül, mint leírja, pedig ott nagyon nemes borok voltak, és ekkor jön fel Tokaj hegyalja a bor kereskedelme. Ráadásul nem csak a marha hajtható jól, hanem a tokai bor is jól szállítható. A váradi vacak. Korabeli forrásokból tudjuk, hogy mindig utána kellett tölteni a hordókat, mert olyan megposhatta a bor, amire elvitték kassára. Ugye nem jó, a nem jól szállítható bor nem eladható, az csak helyben adható el. Állítólag a váradi bor ilyen. Én ugye nem értek hozzá, de a korabeli források ezt mondják. A tokai bor nem csak finom, hanem jól szállítható is. Lengyelországig vagy egészen Elzászig is elvithető. Magyarország tehát éléskamra, bőrexportőr, és visszafelé pedig jönnek a luxus cikkek. Tehát itt láthatják ennek a térképét, hogy a kereskedelmi utak hogyan maradnak meg. Ugye itt én felvetítettem azokat az állomásokat, ahol én most előadást tartok, de ezek a városok, ahova én most Erdélyben eljöttem, a korabeli úthálózat részei, kereskedelmi úthálózat részei, Marosvásárhely is. Persze változó súlya, mondjuk Erdélyben ugye a Brassó, Nagyszeben, Kolozsvár és Várad viszi a címe, vagy a prímet a Parciumban, Buda szerepe fokozatosan csökken és egy kereskedelmi közvetítő helyé válik, de azért meghatározó. De a kereskedelmi úthálózatban vannak ugyan bizonyos eltolódások a török hódítás ellenére, de az alapképlet megmarad. Tehát a nyugatra irányuló jelentős élőállat, és befelé pedig minden. Tehát a fémáru, a luxuscikkek, a velencei poára, az észak-itáliai majolika, vagy akár a narancs, vagy a tengerpartról az osztriga. Egy élményemet hadd mondjam el, itt Kanizsa mellett nemrég volt egy régészeti ásatás, Légrád és Kanizsa mellett volt egy bajcsavár, egy újonnan épült vár. A vár régészeti leletanyaga jól mutatja azt, amiről én beszélek. Legtöbb csont, állatcsont mi volt? Marha. Mert hogy ott fekszik a vár a kereskedelmi útvonal mentén, ahol a szürke marhát hajtották Észak-Itáliába és Karintiába, természetesen a katonák is azt tették, ezért a leletekben a legtöbb a marhacsont, de közben velencei pohárból ittak itt a végvár, egy végvárban a kapitány, mert megtaláltuk a velencei poharak maradványát, vagy itáliai majolika maradvány, tehát jön be a velencei pohár, az itáliai majolika, a stájerországi vagy az ausztriai kések, sőt még Nürnbergi posztoplombát is találtak, ami azt jelzi, hogy a visszafelé pedig iszonyú mennyiségű posztó érkezik Magyarországra. Tehát Magyarország éléskamra, de felvevő piac is, és ez a kereskedelmi rendszer, ennek a kereskedelmi rendszernek az erdélyi kereskedők is részei, tehát a váradi kereskedők, azok kapcsolatban állnak a királyságiakkal, de egészen a nürnbergiekkel és az augsburgiakkal. Úgy is mondhatnám, hogy ott vannak a nagy, mint ma a nagy fővállalatok, és megvannak a leányvállalatai. Ilyen szempontban nincs új a nap alatt, és a tőke is náluk van. Tehát a Tesco, vagy a Metro, ahogy jöttem, láttam, itt is van. Ezeknek megvannak a központi nagy cégei, és minden országban a leányvállalat, ez ugyanígy ment ebben a korban is, a hitellel, tőkével az augsburgi, nürnbergi nagyvállalkozók rendelkeztek, egy kolozsvári vagy egy váradi kereskedőnek nem volt akkor a jelentős tőké, és még egy dolgot logra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért érdekes ez az élőállatkereskedelme, mert hogy lehet, hogy ellenségek aktívan kereskednek. Ugyanis a marha nagy részét itt tenyésztik. De részben még itt is, tehát még innen is hajtanak nyugatra, csak a román marha az sokkal kevésbé előkelő, mint a magyar, hogy ilyen kis kifejezést használja, de az Alföldön tenyésztett szürke marha az nagyon jó minőségű. És az itt lévő kereskedő ugyanúgy kapcsolatban áll a királyságiakkal és a nürnbergiekkel, tehát a török is beleegyezik, hogy folyjon a kereskedelem. Tehát annak ellenére, hogy politikai, katonai határok vannak, mind az erdélyi területen, hiszen ne feledjük, itt nem csak országhatár van a fejedelemség és a királyság között, hanem vámhatár is, itt újonnan létrejövő vámok vannak. Ha megnézik, Tasnád Margita és a többi Zilak Székelyhíd, a tulajdon Károly Szatmár, stb. Tehát az erdélyi fej, ha egy kolozsvári kereskedő kereskedik nyugatra, akkor határvámot fizet itt, majd ott is, ha tovább viszi, ott is. És mégis megéri kereskedni. Azért, mert akkor az agrárkonjunktúra és akkor az árban a különbség, hogy érdemes az élőállatot és a nyersanyagokat kivinni, és visszafelé pedig
a luxuscikkeket, posztolt fémárukat visszahozni, és ebből jelentős, még a sok vám és mindenféle, a vámok mellett ugye mindenféle illetékeket is kellett fizetni, ennek dacára is megéri a kereskedelem. Erről talán ennyit elég. Ami még visszafelé jön, az a fegyver. Ugye a fegyver az egyik legnagyobb biznisz, nem csak ma, ebben az időszakban is, mivel itt van 100-120 végvár, ezért ide fegyver is kell. Magyarország nem csak felvevő piaca a fémároknak, textének, posztónak, luxuscikkeknek, a főurak udvarában a narancs, meg minden eljut, hanem a fegyvereknek is, tehát a szatmári vagy a váradi várban a jobb fegyverek mind nyugatról vannak, tehát a nehéz lőfegyverek nagy részét mondjuk itt az erdélyi fejedelemségben öntött, vagy a Sárospatakon, vagy erdélyi városokban öntött néhány ágyút és kézi lőfegyvert kivéve, a királyság fegyverállományának 80%-a a Német Birodalomból származik. Augsburg, ugyanazokból a műhelyekből, amelyek egyébként a kereskedelmet is finanszírozzák, tehát az augsburgi műhelyekből, a nürnbergi, az ulmi, az innsbrucki, vagy éppen a prágai műhelyekből, és ezek a nagykereskedők egyébként, hogy még egy dolgot mondja, birtokolják, vagy bérlik az alsó-magyarországi bányákat is, tehát a részkereskedelmet is ők irányítják. Ez ugye azt is bizonyítja, hogy egy nagy tőkés nem fektet olyanba, amiből nincs meghatározó jövedelme. Ez nem csak ma van így, a korban is így volt. Magyarul, ha ide a legjobb, a fuggerek után a legjobb nagyvállalkozók termeltetik ki a részt, azt a részt, amely azután eljut Antwerpenig, ráadásul ezüstben is gazdag, akkor abból biztos, hogy van jövedelmük. Tehát annak ellenére, hogy sok vámot fizetnek belőle, sok az uralkodó jövedelem, ne legyen kétségünk, hogy nekik is borzasztó nagy bevételeik voltak. Tehát nem csak ma viszik ki a metró a jövedelmei többségét, ebben az időszakban is kivitték a nagy tőkések, de ugye lefizette az adót is, ami segítette azt, hogy Magyarországon kiépülhessen a védelmi zóna, és Magyarországból legalább valami megmaradjon, tehát hadipari piac is voltunk, mert hogy ugye el kellett látni Kassát, az erődvárosság kiépülő várat, ahol ráadásul egy hadipari központ is volt, és ezt az új központot Lazarus Freiherr von Schwend építi ki. 1565-ben, amikor mutattam azt a térképet, ő foglalja el, ő építi fel. Az újabb kutatásokból, Kovács Klára kutatásaiból már tudjuk azt a németalföldi várat is, ami a mintája volt. Ő egyébként arról is híres, hogy Magyarországon ő alakítja ki a hadszertárak rendszerét, tehát kiépíti a hadianyagellátást, tehát azt a hadipari piacot, amiről beszéltem, jelentős mértékben az ő nevéhez fűződik. Ő egy hadvezér és katonai teoretikus és hadügyi szakértő, és egyébként neki köszönhetjük, hogy Magyarországon kidolgozzák az első magyar nyelvű hadiszabályzatokat. Mert ő kidolgoztatja a korabeli Európa legkorábbi német hadiszabályzatait, és ennek mintájára a magyar kapitányokkal az 1560-as években magyar hadiszabályzatot is kidolgoztat, tehát a hadi jogtudomány és a magyar nyelv hadi jogtudomány is számon tartja őt, és ha valaki elmegy Elzászba, ő egy elzászi származású úr, akkor a sírját is megtalálja, és Kinzheim városában, a mai Franciaországban, ugye Elzász németek lakta a területén, az ő szobra látható, és ő tartott valamit a kezében. Elmondom, hogy mit? Tokaji szőlővesszőt. Ez az ember. Mert amiről beszéltem önöknek, hogy tokaji bor jól szállítható, ő szőlővesszőt is visz magával Elzászba. És Elzászba azért van jelentős tokaji szőlőtermelés, mert ez a katona magával vitte. Erről dalok születnek ott német nyelven, ékes német nyelven, hogy milyen nagy bortermelő a Schwendi Lázár, vagy a borhagyomány megalapítója. Tehát egyszerre katona, egyszerre hadijogtudós, egyszerre várépítő, egyszerre hadianyagutánpótlás biztosítója. Sőt, amikor már ott él Elzászban, akkor arra is engedélyt kap az uralkodótól, hogy évente több hordónyi bort vámmentesen szállíthasson magának Tokajból. Mert megtapasztalta, hogy milyen finom a Tokajból. De hát nem csak ugye Kassa épül föl, hanem
a már említett Érsekújvár, vagy a horvát területeken Károlyváros, és itt van a Szatmári vár, ugye, ami az ő nevéhez fűzhető, az öt bástyával, amely részben ugye hat a Váradi várra is, sőt még kapcsolat is van az itt lévő várépítészek között. Tehát ezeket a modern erődöket, Közép-Európa legmodernebb erődjeit itt építik ki Magyarországon, ugye a Védőbástyán, és ezeket az erődöket nyugatról látják el ugyanazok a nagykereskedők, akik a marha kereskedelemben is, tehát ágyukkal, fegyverekkel, lőfegyverekkel, mert hát ezek a kor szintjén nagyon modern erődök, rengeteg ágyúval felszerelve, ezeket mind-mind nyugatról biztosítják. Tehát Magyarország, a megmaradó Magyarország a Közép-Európának védőbástyájává, éléskamrájává, jövedelemforrásává, fontos piacává válik is. A megmaradó Magyarország, a három ország azonban ugye szétszakadt, a török területek ugye oszmán irányítás alatt voltak, Erdélyét a fejedelmek kormányozták, a Magyar Királyságot pedig a Habsburg uralkodók. Három ország volt politikailag, katonailag szét volt sajnos szakadva a történeti állam, de mégis maradtak olyan dolgok, ami összekötötte a megmaradó magyarságot. És erről is szeretnék néhány szót mondani, hogy hogy maradt meg egy kultúra, és meg tudtunk maradni az európai kultúrkörben, és miért van az, hogy egy erdélyi magyar elvileg ugyanolyan magyar, mint én? Legalábbis az én vonatkozásom szerint, vagy sok tekintetben ugyanolyan, vagy remélem, hogy sok tekintetben ugyanúgy érzi, de legalábbis abból a tekintetben, amiről beszélni fogok, ugyanúgy kell, hogy érezze. Nevezetesen a kultúráját tekintve, vagy sok tekintetben bízom benne, hogy ugyanúgy érzi. Tehát a hitünk és nyelvünk ugyanaz marad. És ez a legmeghatározóbb, és ez nem újdonság abból a tekintetben, hogy ezt már a korban is megfogalmazták. Én a legjobb példánként ezt a mintapéldát, ezt az idézetet szoktam emlegetni, amikor 1555-ben a későbbi kassai főkapitánynak, tehát annak az erődnek a vezetője volt Zay Ferenc, ekkor még, amelyet Lazarus von Schwendi épített, Zay Ferenc főkapitánynak konstantinápolyi követként a nagyvezér föltette a kérdést, ti magyar vagy, ti magyarok miért nem nyugodtok meg a német disznóktól, ugye ez az oszmán propagandában az ellenség, az osztrákok vagy a habzurok, térjetek át végre a hatalmas császárhoz, azaz hozzánk a szultánhoz, mondta a nagyvezér. A királyotok úgysem törődik veletek, hát azért ez láthattuk, hogy korán sem igaz, de ugye az ellenség mondhatta ezt, a németek jobban gyűlölnek benneteket, mint minket, ebbe azért van igazság. Tehát van német gyűlölet, ezt nem kell tagadni, de a magyarok szempontjából is. Tehát ez is kölcsönös. Van kölcsönös egymásról utaltság, de kölcsönös gyűlölet. Miért van? Egyrészt, mert nem tudjuk egymás nyelvét, mások voltak a szokások, korábban Hunyadi Mátyás alatt voltak azért elég jelentős konfliktusok, hiszen ne feledjük, Hunyadi Mátyás elfoglalta 5 évre Bécset, ezt azért a bécsi osztrákok sem feledték el. Tehát, és a határsávot kivéve van egy jelentős konfliktus tehát a határsávban is a németekkel, illetve az az alapszituáció érződik, amiről beszéltem, hogy Magyarország fővárosát elfoglalják a törökök, két fővárosa lesz az egyik Pozsony, másik Bécs, és Magyarország életének fontos dolgait Bécsben döntik el. Ha Bécsben döntenek életünkről, akkor könnyű utálni a németeket. Egyébként most teszek egy zárójeles megjegyzés részben, ugye ma is hasonló a helyzet, mert ma is két fővárosa van Magyarországnak, de ezt most nem aktuál politizálva mondom, hanem a történeti tapasztalatból. Ugye Budapest és Brüsszel. És ma is kijátsza a politikai elit, hogy Brüsszellel is lehet harcolni. Mert hogy ma is van konfliktus Brüsszellel. De nem azért mondtam el, hogy én bármiféle aktuál politikát mondjak, csak hogy a helyzetet érzékeltessem, a korban is hasonló. És erre akár a nagyvezír is építhetett, vagy próbálkozhatott. De Zay azt válaszolta, hogy ez nem helyes beszéd, mert igaz ugyanaz, hogy a nyelvnek variatása megkülönbözteti a németet, spanyolt, olasz, franciát, stb. Magyar, de egy és ugyanazon vallás köt össze bennünket, mert mindnyájan ugyanazon Istent hisszük. Még akkor is, ha ez az Isten ugye már azért, vagy ez a kereszténység megtört, hiszen a protestantizmus megtöri az egységes keresztény Európát, de annak ellenére az Isten elvileg még nagyjából
ugyanaz. És ezt az összetartozást a törököknek sem, a török hódításnak sem sikerül kiirtania. Ráadásul a háborúk dacára a magyar elit továbbra is folytatja a kultúrapártoló tevékenységét, erre is mutatnék néhány, csak mintapéldát, hogy értsék meg, hogy miért maradhat meg az, hogy kulturálisan, nyelvileg a három országban, amelyek gyakran ellenségesek egymással, a három országban élő magyarságnak a kulturális társadalmi identitásbeli kapcsolatrendszer erős. Hát azért, mert a háborús időszak alatt is épülnek iskolák, nem más mondja ezt, mint a protestantizmus egyik legnagyobb európai alakja, Philipp Melanchthon, Nádasdy Tamásnak, a későbbi Nádornak, azaz magyar miniszterelnöknek, amikor azt írja, hogy te nagy költséggel iskolát alapítasz és felszítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt, amely dolog ám bár önmagában is nagy dicséretre érdemes, mégis akkor leginkább elismerésre méltó, ha ezt valaki a háború csapásai közepette teszi. És valóban iskolát alapít a tanak, és próbálják továbbvinni a tudományt, sőt, szinte már-már jelképes, hogy a magyarországi bibliafordítás egyik legfontosabb alkotása éppen akkor született 1541-ben, amikor a török elfoglalja Budát. Tehát a magyar sors tragédiával, Buda elfoglalásával, amiről beszéltem önöknek, hogy a főváros kiesése több évszázadra milyen súlyos következményekkel jár, abban az esztendőben ugyanezen Nádasdy Tamásnak a sárvári birtokán, ahol ma egy szép vár áll, Szilveszter János elkészíti az új szövetségfordítást. A háborúk közepette Bibliát fordítanak, és még el is mondja, hogy hát gúnyolódtak rajtunk, hogy nincsen nekünk olyan verseink, mint a többi nemzetnek, stb. De melyik idegen nemzet ne csodálkoznék azon, hogy akad valaki, aki latin és görög nyelv mintájára magyar nyelven is tud bármiféle verset írni. Gyönyörű arszpoetika. Tehát a nyelv ápolása is folytatódik. Elkezdenek a magyarok magyarul levelezni, méghozzá tömegesen. Erdélyben valójában magyar lesz az államnyelv, ugye a királyságban ez csak 1844 után. Tömegesen kezdődik a levelezés, és miért fontos ez? Mert Balassi Bálint nem azért van a 16. században, mert az égből lepottyant, bár onnan pottyant a tehetsége, de azért alkothatott és születhet meg az első magyar költő, mert itt vannak a kezdetek. Tehát alapozás nélkül nincs irodalom. Tehát iskolák nélkül nincs műveltség. Tehát, hogy Balassi Bálint megalkothatja a magyar irodalmi nyelvet, azok itt kezdődnek. Pont a háborúk dacára a magyar irodalmi nyelv is kialakulhat. És a legkedvesebb példám talán, ami jól mutatja, hogy politikailag, katonailag szét voltunk tagolva, a kulturális kapcsolatok azok határokat átívelnek. Erre szeretném még ezt a példát megmutatni önöknek. Ez Verbőci István nevezetes hármas könyvét biztos sokan ismerik, a Tripartitumot, ugye 1517-ben készült el latinul, és nagyon jelképes, hogy ennek az újabb kiadásai a 16. században magyarra fordított kiadás sok, a latin és a horvát kiadások hol és hogyan jelennek meg. Lefordítják a Tripartitumot, Veres Balást, és kiadja nem a királyságban, de valójában nem is Erdélyben, hanem a kettő határán, Debrecenben 1565-ben, ráadásul egy német a nyomdász. A második kiadás Kolozsvárott a Kincsesvárosban jelenik meg, a török vazallus Erdélyi fejedelmségben, a magyar fejedelmek által irányított, a kiadó meg egy száz származású, aki elég jól megtanult magyarul, ugye? Heltai Gáspár, talán jobban, mint az anyanyelvét, vagy legalább olyan jól, mint az anyanyelvét, de egy száz adja ki a Tripartitum magyar fordítását, és nem a királyságban, hanem Erdélyben. De a Tripartitum újabb latin kiadása sem a királyságban jelenik meg, hanem a második magyar fővárosban, Bécsben. A fordító egy európai hírű magyar, vagy humanista, Zsámbok János, vagy Johannes Zambokus. A kiadó itt is természetesen mondjuk Bécs esetében érthető, hogy néha. A horvát kiadás pedig annak a Bajcsavári várnak a közelében, a Mura közben jelenik meg, Nedelicen, ami ma Horvátországban található, akkor Zala megye része,
A nyomdász ugyanaz, aki Debrecenben, ez egy vándor nyomdász időjelben téve, a fordító egy varasdi, tehát szlavóniai jegyző, a Zrínyi család támogatja, a főpatronus pedig ugyanaz a Zrínyi György, akit láthatunk 1565-ben vitte Magyarország zászlaját első Ferdinánd temetésére. A kultúra, a társadalom, a kulturális nyelvi társadalmi kapcsolatokat fölülírják a politikai katonai határokat. Tehát határ van a királyság és a hódoltság, határ van a királyság és Erdély között. De szerencsére a nyelvben, kultúrában, társadalomban a határok nagy részt megmaradnak. Ezért beszélünk ma ugyanolyan nyelven. Ezért beszélünk, ezért érezzük ugyanazt a hitet. Ez tart össze. És miért fontos ez? Mert hogy amikor visszarendeződik, és visszafoglalják a török alól, sokkal könnyebb helyreállítani a helyzetet. Még erre mutatnék egy példát, ugye itt sem látszanak jól a kontrasztok, de jó, a térkép elvileg azt szemlélteti, hogy a protestantizmus mindhárom ország részen gyökeretve. Ugyanúgy Erdélyben, mint a királyságban, sőt a hódoltságban is. Tehát a határokat átlépi a reformáció, különösen a református, de annak Erdélyben még radikálisabb irányzata is, gondoljuk csak az unitáriusokra, és megvan az ország minden területén, de az iskolahálózat is megvan. Ha töredékeiben is, megfogyatkozva is, de újak is épülnek, tehát a török hódítás hatására katolikus, protestáns iskolarendszer, a nyomdászat részben még az oszmán területeken is működik, legalábbis a ferences missziókra gondolunk. Sőt, még az is jellemző, hogy nincsen Váradnak és Erdélynek katolikus püspöke, ugye a protestáns erdélyi fejedelmek alatt, de a királyságban mégis neveznek ki Erdélybe is és Váradra is püspököket, sőt nem csak a keresztény Erdélyre, hanem a török területekre is. Tehát a magyar katolikus egyház is fenntartja jogigényét, fenntartja kulturális kapcsolatait, fenntartja összetartozását. Sőt, azt is elmondhatom önöknek, egy kedves példámat, hogy a magyar végvári katonák a török területen birtokokat kapnak. Tehát az ellenség területén a magyar király birtokot adományoz. Mondjak egy példát, mondjuk a pápai vár vicekapitánya az 1620-as években, Tolna megyében, itt Grábóc közelében, amely egy szerb monostor egyébként, kap birtokokat az uralkodótól. Fenntartják tehát a jogigényt, sőt elvileg onnan megpróbálja a jövedelmeit be is hajtani, ugye azért tudja megcsinálni, mert katona, és fogja a katonaságát, és levonul a katonasággal Tolna megyébe, és behajtja saját birtokait. Persze a törököt sem kell félteni, a török is szedi be, próbál ezen területekről adót szedni. Tehát állandó konfliktusok vannak, de a jogigény fönn van tartva, és ez ugye azért fontos, mert a török visszafoglalása után könnyebb a visszarendeződés. Nem könnyű, de könnyebb, mert megmaradnak a kulturális, politikai és jogigény kapcsolatok. Ugye annyit azonban mégis még a realitás szempontjából hozzá kell tenni, hogy én is csalok, és mi is csalunk egy kicsit. Mert én most valójában csak a magyar és német lakosságról, meg a szlovákról beszéltem e tekintetben. Tehát az egységes keresztény kultúra kapcsán nem beszéltem az ortodoxokról. És ez pont itt aktuális Erdélyben, mert ha megnézik ugye a sávozott területet, akkor a török hódítással nagyon jelentős a szerb betelepülés, illetve a román betelepülés is. Ugye nem fedi teljességgel az etnikai viszonyokat, de nagyjából azért hasonló, vagy nagyjából megegyezik. Tehát van egységes keresztény-magyar kultúra, de ez a nyugati kereszténység vonatkozásában igaz. A románokat általában még kihagyjuk, de hát maguk jobban tudják, a románok pedig minket hagynak ki. Tehát a realitás azonban annyiból igaz, hogy mi azért tartozunk össze, mert nekünk ez a kultúránk megmarad, de a románság jelentős számban kezd betelepülni Erdélyben, és egy más vallást, más kultúrát hoz, és másként asszimilálódik, vagy nem asszimilálódik, de ezt maguk nálam ezerszer jobban tudják, és erről nekem nem is kell beszélnem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!